Jó reggelt kívánok, ez a Start Plus. Én nem jól mondtam? Teljesen jól mondtam. Ja, csak hirtelen. És Emiliával pont arról beszéltünk, hogy aki tud, akit érdekel, az feltétlenül kövesse nyomon a Nemzetközi Űrhajó Szövetség 33. kongresszusát, ami jelenleg is zajlik Budapesten 1-től egészen 5-ig. Ferenc Orsolya itt van a stúdióban, jó reggelt kívánok, jó reggelt. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a külgazdaság és külügyminisztérium űrkutatásért, űrtevékenységet felelős miniszteri biztosát, akit 1000 éve ismerünk természetesen, sokszor beszélgettünk, legutóbb 1 hónappal ezelőtt. Igen. Körülbelül, hogy aki még szeretne űrhajósdit játszani, és űrhajósá válni, ugye annak még a jelentkezése nem zárult le. Most van csak igazán lehetőségre. Igen. A hunor.gov.hu-n január 31-ig teheti meg. Minden feltétel ott van a kézikönyvben letölthető, hogy mire van szükség. Felsőfokú végzettség, felsőfokú angol nyelvtudás, stb. És hívunk, várunk, biztatunk mindenkit, hogy hajrá. Nagyon helyes. De a beszélgetésünk másik apropója viszont tényleg maga a kongresszus. Igen. Amiből biztos Magyarország is fog profitálni, mert egy csomó ország ilyenkor képviselteti magát. Így van, most is még a járványhelyzet ellenére is több mint 60 űrhajós érkezett, és hozzáteszem, hogy hibrid formában van megrendezve, tehát nagyon sokan követik online az eseményeket. Charles Simonyi például tegnap így virtuálisan tartott előadást a szakmai fórumnak. Amit én lapozgatok, amiben így belemerültem, az a Magyarország és a világűr című könyv, ami azt foglalja össze, hogy a magyarok az űrtevékenységben Farkas Bertalanon kívül hogy szerepeltek, mert őt azért nagyjából mindenki ismeri és tudja, hogy ő mit tett le az asztalra, de ezen kívül ez egy nagyon vaskos kötet, és ezt foglalja össze. És nagyon látványos ráadásul. Igen, igyekeztünk úgy összeállítani, ebben 2 évnyi munkája van 71 szerzőnek, igyekeztünk úgy összeállítani, hogy tényleg a gyerekeknek könnyen emészhető és informatív formában kizárólag magyar vonatkozású eredményeket mutatunk be, és tényleg a könyv, ahogy itt elhangzott, elég vaskos ahhoz, hogy látható legyen, hogy nagyon sok. És itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy szinte minden oldalon van egy QR-kód, amit mindig frissítenek. Így van, ennek folyamatosan a digitális tartalma friss. És így a tanároknak is jó szívvel tudjuk ajánlani, hogy akár az óraanyagukhoz nyugodtan keressenek majd ehhez háttéranyagokat. Folyamatosan frissül a Magyar Asztronautikai Társaság és a Matthias Corvinus Kollégium, valamint a Külgazdaság és Külügyminisztérium közös program. Mert egyébként azért volt igaz Emilinek, hogy felvezetted ezt az új albumot, ugye tényleg Farkas Berta. Hát megvan, de... Nem is gondolnánk, hogy az űrkutatásban Magyarország, a magyar feltalálók, az innováció, a technika, az mennyire erőteljesen jelen van. Úgyhogy, ha jól olvastuk, akkor ugye 1986-ban volt a kongresszus utoljára, mármint úgy utoljára, Magyarországon. Na most azóta azért rengeteg minden történt az űrkutatásban. Nagyon, és egyre gyorsul. Tehát azt látjuk, hogy nem, hogy véget ért volna az űrverseny, hanem ha lehet, akkor igazán csak most forrósodott fel a hangulat a világban. Ennek van jó meg rossz oldala is, mert erről beszéltünk talán a múltkor is, hogy azért nem csak a békés civil alkalmazásoknak a terepe a világűr, viszont minden országnak ebben a szempontból van szerepe itt, és Magyarországnak széles kapcsolata. Mi az a szerep? Mert nyilván egy kis ország kis büdzsével, mondjuk Amerikával, Oroszországgal nem tud versenyezni, de mi az, amiben kifejezetten jó? Igen, egy kicsit olyan, mint az olimpia, hogy attól, hogy valaki egy nagy országnak a futója, nem biztos, hogy ő a leggyorsabb, tehát itt azért nagyon sok innováció, ötlet, lelemény az, aminek van terepe, de kétségkívül igaz, ezt ne tagadjuk el, hogy azért ez egy technikai sport, ha úgy tetszik, ehhez kell költségvetés is. Viszont a megtérülése is nagy, valamint vannak olyan kérdések, amikben muszáj egy országnak állást foglalnia. Igen. Egyszerűen nem teheti meg, hogy nem. Ugyanúgy, mint a légiforgalomban, mindenkinek van nemzetközi repülőtere. Tehát valamilyen szinten ott kell legyünk ezekben a folyamatokban, és gazdaságilag is fontos az, hogy azok a cégek, akik ezzel foglalkoznak, azok piacot tudjanak szerezni. Beszélgessünk a kongresszusnak, mondjuk biztos vannak főbb témái, de hogy végül is azért miről van szó. A globális krízisek, környezetvédelem, aminek egyébként háttértudománya a világűr, hiszen a föld megfigyelési adatokból dolgoznak a klímamodellek, az emberes repülések jövője, űrállomás, a hold hasznosítása, azok a nyitott technológiai és jogi kérdések, hogy mit kezdünk a nyersanyag kereséssel a holdon vagy más égitesteken. Ez ugye részben technológia, részben azonban kőkeményen jogszabályozás kérdése. Ez milyen érdekes, hogy ezt mondja, mert ugye pont ezekben
nyilván a napokban, hetekben éri a leggazdagabb embereket az a kritika, hogy a világűr meghódítására sokkal több pénzt költenek, mint arra, hogy a saját földünket megmentsük, de ezek szerint ez összefügg. Ez egy régi vita, hozzáteszem, hogy ez már a 60-as években is fellángolt az Apollo program kapcsán, pedig az Apollo programot köszönhetjük azt, hogy ma már a zsebünkben van lappos, ilyen kis számítógépként, egy okostelefonnak hívjuk, de ez egy számítógép. Ó, hát ez hány milliárd dollár volt? Hát így van, de a miniatürizálás folyamata akkor indul el. Na most az a helyzet, hogy a 8 milliárd embernek a mindennapi életébe olyan szintig beszivárgott ma már, és az életünk alapját képezi az a globális szolgáltatásrendszer, ami az űreszközöket használja, hogyha ezt kivennénk a képletből, akkor nagyon meglepődnénk azon, hogy mennyire megnehezülne az életünk. Tehát ma már ez nem így merül fel, igazság szerint hozzátartozik az életszínvonalunk fenntartásához és a világgazdasághoz az űrszektor. Még egy programot nem említettünk, ami éppen ma délelőtt kezdődik, egy nagyon érdekes kiállítás a Természettudományi Múzeumban, a Hold felfedezése. Ott mi pontosan, lehet? És oda várjuk egyébként az itt tartózkodó amerikai űrhajósokat is, az amerikai nagykövetségnek a vendégeiként ők ott külön megjelennek. Külön ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen fantasztikusan gazdagodott az egész emberiség abból, hogy az Egyesült Államok erre komoly forrásokat fordított, hogy elinduljon annak idején a Hold felé. Ma pedig azt látjuk, hogy szinte az összes komoly űrhatalom oda tart a Holdra. És nyitott kérdés, hogy hogyan és miként fogjuk használni a Hold. Egyesek a Hold gyarmatosításáról, kolonizálásáról beszélnek. Tehát ez is egy olyan dolog, amire idejében kell figyelni, nem utólag rájönni arra, hogy hoppá, itt valamiről lemaradtunk. Hány filmet látunk már ezzel kapcsolatosan. Igen, hát nagyon szépen. Nálasson valóság. Igen, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. És a könyv az tényleg fantasztikus, az ötlet.